legnagyobb magyar sztárok között. És akkor most vasárnapra készülünk, mi már 20-50-re ott vagyunk lélekben, az Activity-t nézzük a képernyő előtt, és hogy kiket láthatunk, ezen a hétvégén megnézzük. Akinek a teste a tiéd, akinek... Vasárnap este. Hát figyelj, 17 éves voltam. Kellett a pénz. Az őrület határán. Várjál, adjatok rá! A játék, amit mindenki ismer. Amivel véded a férfiasságodat. Katon. Activity Ábel Anitával. Premier vasárnap csak itt, a Live TV-n. Igen. Anitával vasárnap 20:50-kor, és tegnap Lindával beszélgettünk, Király Lindával, aki azt mondta, hogy te elképedtél, hogy olyan dolgokat hozott ki ez a műsor belőle, amiket még te sem tudtál. A Linda nagyon komolyan vette. Jó reggel. Ennyi utános képen Király Linda megérkezett a nyár színeiben, úgyhogy köszönjük. Nyár színeiben? Na jó, tudjuk, hogy te imádod. Imádod, figyelj, ez egy tök lájtos, ilyen atlétaszerű. De nagyon jó, nagyon jól áll neked ez. Tehát jó, tehát ez egy Linda új arcát mutatta meg számodra, pedig már egy pár évtizede ismered őt, mint testvéredet. Igen, egy pár éve ismerem. Az igazság, hogy én mondtam neki, hogy ő nem szokott olyan nagyon gyakran ilyen játék műsorokba szerepelni, én egy picivel többet. És akkor, amikor beszéltünk, az elején még izgult. És így mondta neki, mondom, nyugi, ez csak egy játék. Tudod, itt az a lényeg, hogy röhögjünk egyet, itt nem az a fontos, hogy nyerjél, itt az a fontos, hogy játszál és hülyeskedjél a kamera előtt. Itt ez a lényeg. De ő erre, abban a pillanatban, hogy megérezte a sikernek az ízét. Mert ugye az első az helyes volt, a második helyes volt, itt egy ilyen vadmacska, és neki csak ilyen vérvörös volt a szeme, hogy nyerni kell. Hát aztán nem tudjuk, hogy mi lett, ezt nem mondjuk el, még nem spoilerezzük, hogy mi volt. De egyébként te magad így, hogy Linda nélkül vagy Lindával együtt játékos emberek tartod magad? Nem annyira. Nem. Az a baj, hogy nem tudok olyan sokáig koncentrálni. Szerintem nem tudom, hogy ez magyarul hogy van, de ez az ADD, az Attention Deficit Disorder, az, hogy nekem egy ilyen 10 perc után így már elkezd így kalandozni ez a gondolataimat, és már nem figyelek a játékra. Akkor a tesóddal annak idén, tehát nem voltak otthon ilyen kedvenc, mondjuk adott esetben társas játékok, vagy amihez mindig tudtatok gyűlni, hogy éppen unatkoztatok? Mondok egy példát, hogy mennyire nem nagyon érdekelt maga a játék. Nekünk gyerekkorunkban a Monopoly az volt a kedvenc játék a családdal, mindig, hogyha volt valami ünnep, és akkor játszani kellett. És nem tette tönkre a 10. percben az ünnepet egy ilyen? Egyébként de, mert nekem nem az volt a lényeg, hogy nyerjek, nekem az volt a lényeg, hogy minden több aprót szedjek össze, mert a gyerek feje azt hittem, hogy minden vastagabb ugye a pénzkötet, annál gengszterebb vagyok, és annál jobb vagyok, és mindig erre mentem, engem nem érdekelt, hogy mi volt a vége, csak az volt, hogy mindenkitől elvegyem a kötek pénzt. És az Activity, mint olyan, az nem szerepelt a családi repertoárban? Nem szerepelt. Mi így családostul nem voltunk soha nagyon ilyen társas játékosak. Haverokkal néha összejöttünk, tínédzser korunkban máshogy hívtuk ezt, Sextivity-nek, de hát mindenki rosszalkodott, de ugyanazok voltak a szabályok. Ugye, és az, hogy a tesóddal játszottál, az végeredményben jobban vagy rosszabbul jött ki, mint hogyha három teljesen idegennel rakott. Az igazság, hogy nagyon meglepődtünk magunkon, mert ugye nem játszottunk még ilyet együtt a Lindával, hogy nagyon jól működtünk együtt. Szóval ilyenkor látszik, hogy testvérek. Szóval így ilyen gyorsan. Tehát, és ki volt, Béres volt a harmadik? Nem, ő nem érezte ki zárva magát ebbe a dolgból? Nem annyira, mert mi így hárman már ilyen majdnem testvéri szinten vagyunk így a Béressel, mert 20 éve ismerem az Atkát, a Linda is, és ezért kicsit úgy éreztük magunkat, hogy nagyon közeli ismerősek vagyunk, ezért a játékban is tök jó volt. Az egyébként a Béres is nagyon-nagyon szívére vette, hogyha rosszul látunk, vagy hogy jó. Nem csak a Linda kaptál a gép szín. Ugye a Linda meg az Atka az nagyon-nagyon. És ugye van a körülírás, rajzolás és ugye a mutogatás, melyik volt az, amelyik a legjobban ment neked szerinted? Hát nekem az első feladat a Lindának kellett mutogatni, és nem akarom ellőni, de nagyon-nagyon vicces volt, hogy mondom, még egyszer, most csináltunk ilyet először, lement négy kézlábra, és
rögtön kitaláltam, hogy mi az. És nem tudtam, hogy hogy. Képzeld el, hogy ugyanezt meséltem veled kapcsolatban rajzra, igen. Hogy elkezdett rajzolni, és azonnal... Igen, azonnal igen. Szóval érdekes, mondtad. Hogy ilyenkor azért nagyon-nagyon kiderül, hogy ha testvér vagy, igen. ismered egy pár éve, akkor segít. Segít. Na de most hát a kisfiad miatt azért egy pár játékot be kell vetted otthon, gondolom, most már tényleg így repertoárilag. Hát jó, de hát még nem tartunk ott, hogy monopolizálni. Hát activity-re még nem. Még egyébként nem, ez se igaz, mert ugye ez most vagyunk abban az időszakban, hogy ki kell találni, hogy mit gagyog. Ugye a Colin. Szóval most vagyunk ott, hogy gugu, buka, nem tudom, és például a buka az a paradicsom. Szóval most rakjuk össze ezt a játékot, ez tök jó. Én annak idején én fordítottam, erre emlékszem, hogy valahogy én tanultam meg gyorsabban ezt a nyelvet. Te igen. hogy vagy? Te vagy az ügyesebb ebbe? Én szerintem mind a ketten hasonló szinten vagyunk a fiamban. Szóval én nagyon élvezem ezt a bukázást, meg a gagyogást, meg ilyesmit. De nagyon iszonyú édes, tegnap már kimondta azt, hogy kacsa. Tök mindegy, hogy mennyire beszélek angolul hozzá, akkor is magyarul fog megszólalni először. Mondom, duck, azt mondja, kacsa. Szóval ez így ilyen, tök jó játék. Előbb-utóbb azért ez már visszáll. Egyébként pedig hát jó, most a játékhoz tartozik, a zene is egy játék valamilyen formában. Most mi a legközelebbi állomás? Legközelebbi állomás? Most csütörtökön forgatok egy klippet a Délhenivel. Van egy nagyon jó pofa dalunk együtt, és ha lehet ilyet behirdeni, október végén, 29-én lesz egy nagy akváriumos koncertünk, ahol mindenkit sok szeretettel várunk. Lehet. Csodálatos. Most már mondtam. És vasárnap este 8:50-kor. Itt a Live TV-n, Activity, Ável Anitával, és hát ugye, ki a másik csapat, mondjuk ezzel azok, Lakatos Márkot. Megyeri Csilla, Lakatos Márk, és EMBL Ali. Igen, így van. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.